Pap Krisztinának már megvan Rio, de most a magyar férfi maratonisták között is feltűnt az olimpiai részvételre esélyes versenyző. A 23 éves Cseregás már a Hamburg maratonon fél percre megközelítette a kiküldetési szintet. Ennél jobb időt magyar utoljára egyébként 2011-ben futott a távon. Most a beasz atlétája a vendégünk, a kilátásokkal jó reggelt kívánok, szervusz! Reggelt kívánok! E, ugye Hamburgban ez a 2017-30-as idő volt, amivel 21-dik lettél, milyen időjárás és versenykörülmények voltak? Ezek nagyon fontosak a maratonnál. Így van, nagyon fontosak a körülmények, és azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem tökéletes körülmények voltak. Az időjárás tekintve olyan 13 fok, ö, enyhe, szemerkülő eső, ami még frissítésnek jó is volt, és szélszinte egyáltalán nem volt, ami Hamburgban azért egy szerencsés helyzet. Illetve a pálya is egy elég gyors pálya, ez tudatosan választottuk így a hamburgi maratont, és ami még meg kell említeni, hogy nagyon jó, népes boly volt, amiben be tudtam állni, meg tudtam húzódni, és nagy volt a húzóerő. Neked egyébként így a körülmények, illetve kinek, kinek, milyen mániái vagy kabalái vannak, mi az, amit nagyon nem szeretsz? Hát olyan Időjárásban, nagy... pályában? Hát én a, a szelet azt nagyon nem szeretem, úgyhogy örülök, hogy itt nem volt szél. Tehát vitorlázó nem leszel soha? Igen, tehát például egyedül nem szeretek futni így maratonon, szerintem nem is nagyon lehet, van akik tudnak, de én nem úgyhogy nekem nagyon kell a húzóerő. Én szeretem, amikor vannak kenyai nyulak is, most volt egy kenyai a bolyba, aki vitte az iramot, és ő nagyon megnyugtató volt, végignéztem, hogy milyen könnyedén vezet elől, és abból mindig tudtam erőt meríteni. Hát Kamburban egyébként nyerni is kenyai futó nyert 2 0 17 tel e, Ennyit, ilyet te fogsz valaha futni? Ezt nem tudom megmondani. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi az idő van -e ilyen, ilyen időálmod most így a fiatal versenyző vagy még, hogy hol meddig lehet eljutni. Hát ugye a magyar csúcs az 2 óra 12.10, szűcs tartja már több Igen. mint 20 éve. Hát igazából ezt szeretném megdönteni. Hmm, ez tehát így érdemes Ugye hogy mennyire sikerül utána tovább lépni, azt nem tudom megmondani. Kettő tíz alatt azért elég kevesen futnak Európában, tehát azért ez már egy nagy válaszvonal. De jó lenne minden jobb időt majd futni. Hogyan kerültél te Hamburgba? Mert azt tegyük hozzá, hogy alapvetően London céloztad volna, igaz? Csak ott nevezési problémák, nehézségek voltak. Arra vagyok kíváncsi, hogy miért? Szóval beavatnál egy kicsit ebbe a versenyszervezési műhelytitokba, hogy hogy alakul ki egy maratonistának a naptára, meg a, meg a versenymenetrendje? Hát évelején elkezdjük a tervezést, és szinte ilyen számszerűen pontosan, statisztikailag megnézzük, hogy milyen versenyek vannak, és én konkrétan lepontoztam a versenyeket, így a pálya, a mezőny, az időpont, a, a helyszín. Pont, pont, ezek szerint Igen, a számom, hogy te mit szeretsz meg. Kijött egy hmm. preferencia, és akkor azt is néztük, hogy mellette még úgy terveztük, hogy egy jó félmaratont is kellene futni, hol adott volt, hogy Berlinbe fussak, ez most volt március végén, tehát az, azon mindenképp akartam indulni, és hogy ahhoz képest, hogy hány héttel van a maraton, azt néztük. Tehát például az április elején maratonok kiestek, például Rotterdam, vagy Párizs, mert azok túl közel lettek volna a félmaratonhoz, úgyhogy inkább egy ilyen április végi időpontot választottunk, és itt a Hamburg eset. És mi az, hogy amikor mondjuk egy jó profi versenyző nem tud nevezni, tehát hogy már akkora tömegek vannak, azért nem tud? Hát van olyan, hogy betelik az elitnevezés, illetve vannak ilyen nagyon komoly versenyek, például London is ugye benne van ebben a Six Majors maratonban, és ezért ez, ez egy ilyen nagyon zárt rendszer, tehát nagyon nehéz bekerülni még tehát idővel sok is. Sok hamburgi jó eredményt kell elérni, az, hogy az ember oda kerüljön. Hát igen, könyvén. ugye nekem ez volt a második maraton, előtte 2 óra 22 időm volt, és az még nem olyan nagyon erős, az inkább egy ilyen elit B kategória, azzal nem nagyon tudtam még benevezni. Most ezzel a 217 tel szerintem ügyes, ügyeskedve szinte most már bárhova be lehet azért nevezni. Aha. Mi volt egyébként ezen a versenyen a taktikád? Hát volt egy iram elképzelés, ez egy ilyen 68-30-as félmaratoni kezdés, tehát ez egy ilyen 3 perc 15-ös ezrek, ebből jött, ebből úgy számoltuk, hogy ilyen 2 óra 18 az ki tud jönni, és hát úgy alakult a verseny első néhány kilométerre, hogy gyorsabb volt a boly, és néha hátra néztem, és nem nagyon volt mögöttünk boly, úgyhogy nem volt más választásom, el kellett menni ezzel a bolyjal, ami 2 óra 16-ra lett bekalibrálva, és az első kilométereken úgy éreztem, hogy könnyen megy, úgyhogy inkább maradtam, tehát bevállaltam ezt a picit gyorsabb tempót, és, és hála Istennek 35 kilométerig tudtam is könnyedén tartani, és hogyha a legvége is jól ment volna, akkor még a 2 óra 16 is meg lett volna, ez most elúszott, de így is meg lett ez a 17. Hát így is ennek a bizonyos olimpiai szintnek a közelében, vagy ez a 30 másodperc leforogása, ez, 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 ez mi múlik? Hát itt gyakorlatilag az utolsó négy kilométeren múlt, tehát volt két Dán futó, akikkel végigfutottam 38 kilométerig, ők az utolsó négy kilométeren tartották, sőt az egyik még gyorsított is, ők beértek ő, nálam egy perccel jobb idővel, tehát ők megcsinálták a szintet, úgyhogy ennyi lett volna. Az utolsó négy kilométeren sajnos egy drasztikus lassulás állt be, nagyon elfáradtam, valahogy jött egy ilyen holdpont. Még így a végét nem tudtam jól összerakni. Tehát azért ez az nem ritka eset. Tehát azért a maratont szerintem nehéz úgy igazán jól összerakni. Hát meg rutin is kell hozzá. Szokták mondani, hogy erre azért később szokott megérni az ember. Te nagyon fiatal vagy még, és milyen érdekes, hogy te meg nagyon fiatalon ebbe az irányba fordultál, igaz? Tehát a, a pályaversenzésről a tízezer. Tehát egyértelműen már jó ideje tudod, hogy maratonista maradsz mindig, nem? Igen, igen. De miért? Hát valahogy így 18-19 évesen, akkor még előtte duatlanoztam is, tehát eleve én kicsit így az utcai sportok világából jövök talán. Tehát, hogy, hogy körözni a pályán az alapból... Nem, nem, azt mert, sose nem. szerettem, meg már kiskoromtól kezdve is atlétizáltam, de akkor is inkább a kismaratoni versenyeket szerettem, és akkor igen, ilyen 18-19 évesen elhatároztuk az edzővel, hogy akkor legyen a fél maraton most a fő versenyszám. Persze mellette rövidebb távokon is indultam, igyekeztünk gyorsulni, mert fontos, de sose áldoztuk be ilyen 5000 méteres eredményekre a felkészülés, hanem már kitűztük azt, hogy körülbelül most ilyen 23 évesen jó lenne már maratont futni, és akkor egy 4-5 éve elkezdtünk egy ilyen műhely munkát, egy ilyen építkezést, és akkor minden évben a félmaraton volt a fő cél, és akkor elhatároztuk, hogy ha meg lesz a 1 óra 6 perc, akkor utána jött a maraton, és akkor így jött ez. Hát én az utcán szeretek versenyezni, valahogy engem az a közeg tetszik, ott érzem jól magam, a talaj is valahogy nekem jobban fekszik, tehát, hogy a lépés miatt testalkatom is szerintem jobb utcára, szerintem erre is születni kell. Uh -huh. Hány maraton fér be egy éves menetrendjébe a futónak, mekkorák itt a, a szórások, mert az ember lehet, hogy de mondjuk például, amikor Pap beszélgettünk, akkor ő mondta, hogy hát ő nem is nagyon fog már a Rioig maratont futni, talán egyet. Uh -huh. Hát változó, szerintem, Évente kettőt lehet futni, egyet tavasszal, egyet ősszel, és szerintem ez nagyjából ez így optimális is. Hogyha nem sikerülnek úgy az idők, akkor lehet még egy-kettő maraton pluszból rakni, de olyan három-négynél többet szerintem semmiképpen se. Lehet és mit többet. szólsz a japán csodabogárhoz, Kabaúchihoz, aki a munka mellett szinte minden héten maratonozik? Hát nem tudom, a japánok az egy külön műfaj, <laughs> tehát ők, ők nagyon a mennyiségből közelítik meg, kicsit ők ilyen ultrafutós stílusúak. Nem tudom felfogni, én, én még most is érzem a maratonnak a terhelését, nem tudom, hogy ők hogy bírják. Uh -huh. Na most pontosan ezért most még nem sikerült a következő versenyed idén, azt már tudod, hogy hol lesz és akkor szeretnéd ezt a riói szintet megfutni? Szeretném a következőt. Nem halasztan 2016-ra? Nem, mindenképpen most ősszel szeretnék egy jó maraton indulni, ahol megfutom. Gyakorlatilag ugyanúgy kell futnom, mint most, csak a végét végig kell tudnom bírni, és akkor meg lesz. Tehát most 67-45-tel kezdtünk, hogyha azt végig bírom, vagy egy nagyon picit lassulok, akkor is megvan a szint, én ezt tervezem. És hát ki kell válaszolni egy olyan versenyt, ami, ami minden alkalmas. Esélyes osztatnál. versenyek? Hát a Berlin és a Frankfurt, talán ez a kettő, ezek nagyon gyors pályák. Más nagyon nincs tám, még Amsterdam, de ezt még annyira nem beszéltem meg az edzőmmel, úgyhogy konkrét terveket nem tudok mondani. Uh -huh. Na most eh, annak a jelentőséget azt érzed, amit az elején is mondtam, hogy hogy persze nagyon régi, húsz éves a magyar csúcs, de hogy 2011-ben futott utoljára a magyar futón ilyen jó eredményt, vagy ennél jobb eredményt maratonon? Hát ennek az oka talán az, hogy kevésbé orientálódnak most az atléták a hosszú távok felé, és most egy ilyen gyengébb időszak van, hát én örülök végül is, mert így, így könnyebb helyt állni. most ugye nincs is olyan nagy konkurencia a olimpiai részvételért. A Kovács Hát, de... hogy itthon amúgy van, az olimpia ja, lenne. Hát igen, igen, persze, itthon, tehát erre gondolok, uh -huh. hogy a Kovács Tamás még egy kiemelkedő futó, és ő is készül úgy tudom az olimpiára, és más most nagyon nincs, aki úgy nagyon közel lenne. Ha az kijutsz az olimpiára, akkor az idő eredmény, vagy a helyezés a fontosabb egy olimpián? Szerintem inkább a helyezés. Tehát eleve nyáron maratont futni az elég abszurd. Tehát ott időkben nagyon nem gondolkoznak, az első befutók se szoktak a nagy időket futni. Hát inkább az, hogy úgy a mezőnyön belül minél jobb helyezés. De nekem, hogyha összejön ez a rio akkor abszolút a részvétel. Tehát mi ezt mindig ilyen kicsit ilyen bónusz jelleggel közelítettük meg. Alapvetően mi hosszú távra... Majd készülünk. a helyezésben a következő olimpia. Hát igen, mert? tehát ez, ez olyan, hogy ha akkor nagyon örülünk, de igazából nem minden áron erre készülünk, tehát a fókuszban inkább a távolabbi évek vannak még. Hát Gáspár, jó munkát minden esetre, aztán azért jöjjön eszem, már most is a bónusz. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm volgál. szépen.